A Magyar Falu program keretében már megvalósult kétjen a falubusz beszerzése, amely fontos szerepet tölt be a közösség életében. És ezzel a falugolnoki szolgálatunkat erősítjük, és ö, ö, jobban itt az időseknek a... A, azokat a dolgait segíti ez a szolgálat, amit maguktól nem tudnak megoldani, illetve a nem él velük hozzátartozó, mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy a fiataloknak is rengeteg dolga van, és akkor ezeket a, ezeket a feladatokat a is szolgálat oldja meg, illetve a szociális étkezésben is ez a busz ö, szállítja át a zombai konyháról az ételt, és hordjuk ki a szociális étkezőknek. A pályázat célja az volt, hogy a kis számú települések, falu és tanyagonnoki szolgálatainak működését, vagy a szolgálat létrehozását magas komfortszínvonalú, alacsony károsanyagkibocsátású és takarékos üzemanyag fogyasztású gépjárművek beszerzésével támogassa a Magyar Falu Program. Ez egy ingyenes szolgáltatás, annyi, hogy a falugonokunkkal veszik fel a kapcsolatot, Igazából a Rászorulók, vagy akik ezt igénybe szeretnék venni, és akkor a falugonokkal egyezhetnek, ugye akkor nem kellek mindenhez én ilyen szempontból. Vannak olyan dolgok, amiket természetesen nekem kell engedélyeznem, de, de ezeket az alapvető feladatokat, mint elmenni gyógyszerért, vagy, vagy elvinni a gyereket hirtelen az orvoshoz, vagy, vagy ehhez hasonló dolgokat, ezeket elég, ha a falu megbeszélik, és akkor ez természetesen így mehet. Jelentős beruházás volt az elmúlt évben a csapadékvízhálózat rekonstrukciójának elkészülte is, illetve még az idén megvalósul a Magyar Falu Program keretében a temető ravatalozójának tetőszerkezete. Temető ravatalozóján el szeretnénk egy féltetőt építeni, de ez nem olyan tipikus féltető, hogy a mostani nyeregtetőt meghosszabbítjuk, mint például olyan mezőgazdasági épületeknél vagy valahol, hanem egy rendes ö, ö, olyan épületrészt raknánk mellé, ami ilyen fa lábakon áll, és akkor oda csavarozzuk az épülethez, és akkor végül is ennek az a lényege, hogy amikor esetleg esik az eső, vagy nagyon-nagyon meleg van, akkor ez akár árnyékot is tud adni, illetve meg tudja védeni a, a gyászolókat a, a, az időjárás viszontagságaitól. Gödrei Zoltán polgármester hozzátette, ezek a beruházások hatalmas előrelépést jelentenek a település életében, és fontos közösség szolgáló értékkel bírnak.